Jó estét kívánok! Szeptember 13-án péntek este a Tatai Televízió napi híradóját látják. Tartsanak velünk! Elkezdődött a civil napok, szeptember végéig folyamatosak a programok. Muzika szakra koncertet adott az Eszterházi Énekegyüttes. Nem kell lemondaniuk a gasztronómia szerelmeseinek az idei svétről. Hűséggel és tetrekészen 35 éves fennállását ünnepli idén a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. A szervezet megalakulásának jubileuma alkalmából korábban fotópályázatot hirdetett. Ezt a tárlatot láthatja most a nagyközönség a Tatai Civil Napok nyitó eseményeként. 1989-ben Csanád Béla professzor irányításával, aki az akkori Hittudományi Akadémia gyakorlati teológiai tanszékvezető tanára volt, alakult meg a ma is ismert Keresztény Értelmiségiek Szövetsége hazánkban. Az országos szervezet 35, még tatai csoportja a fennállásának 30. évfordulóját ünnepli idén. A jubileum és a civil napok rendezvény sorozat által bemutatni kívánt értékek közös pontjai miatt az idei program nyitányaként egy különleges képválogatás vonult fel a Piarista Rendházban. A kiállítás pedig pontosan a jubileumi, az országos kész jubileumi éve kapcsán hoztuk létre, hogy egy kicsit bemutassuk azt, hogy ez alatt a 35 év alatt hogy tudtunk tenni, és milyen eszközökkel, milyen módszerekkel, milyen rendezvényekkel tettünk eleget az eredeti hivatásunknak, vállalásunknak, aminek a meghatározója az evangelizáció. És ehhez kapcsolódnak ezek a kiállítási képek az elmúlt 35 év történetéből. Természetesen 30-35 évvel ezelőtt még nem készültek olyan minőségű fényképfelvételek, amiket ilyen mértékben nagyítani és kiállítani lehetne, de az utóbbi években, hál' Istennek, sok helyről állt rendelkezésükre, a központ kész központjából is, országos rendezvényekről, de a helyi csoportok által szervezett rendezvényről is fotók, fényképfelvételek, és ezekből állítottuk össze ezt a kiállítást, amit szándékunk szerint szeretnénk körbehordani az országom vándorkiállításként, hogy minél többen ismerjék meg a késznek a tevékenységét, és azt az elhivatott munkát, amit végzünk annak érdekében, hogy továbbra is erős magyar keresztény nemzet legyünk. Az egyesületi formában működő keresztény civil szervezet tevékenységének alapja az evangélium tanúságtévő megélése. Ennek jegyében szociális, kulturális és tudományos tevékenységeket is folytatnak. Én úgy gondolom, hogy a hétköznapok forgatagába és a jelen társadalmi vagy politikai viszonyok között nem könnyű. De ha belegondolok abba, hogy ezelőtt 2000 évvel Krisztusnak se volt könnyű az ő környezetében megállnia a helyét és a kereszténységet megalapítania, akkor úgy gondolom, hogy ha az ő tanítását és az ő módszereit követjük, akkor igazán nincs szégyenkezni valunk, rengeteg lehetőségünk van, csak élni kell vele és bátran fel kell vállalni. Különleges szakrális térben a volt Piarista Rendház kápolnájában folytatódtak a civil napok programjai. A helyszínen Muzika szakra címmel az Eszterházi Énekegyüttes adott koncertet, amit hálaadó istentisztelet követett. A barokk stílusú főgimnázium épületének éke volt egykor a Piarista kápolna, mely időről időre művészeti programok, kiállítások, koncertek alkalmából nyitja meg kapuit a nagy közönség előtt. A szakrális térben a civil napok programsorozat nyitó estjén az Eszterházi Énekegyüttes adott koncertet a hely szelleméhez igazított repertoárral. Egykori pedagógus, mindig ősztől, szeptembertől számítom az évet, tehát nekünk ez lesz az év első koncertje, ha így veszem. És mivel most itt a késznek és a Piarista Diákszövetségnek is egy rendezvénye van, ezért egyházi műsorral készültünk, és egyébként is a hely milliője ezt sugallja leginkább. Úgyhogy a reneszánsztól egészen napjainkig
egész friss zeneszerzőktől választottunk műveket. Mindig is ezek voltak a mívesebb darabok, a zeneszerzők ezekre sokkal nagyobb gondot fordítottak, és én azt hiszem, hogy nekünk nehezebb a világi műveket énekelni valamiért, mert aki már egyszer megismerkedett például egy reneszánsz polifóniával, egy lassus, egy palasztrina művel, annak nehezen befogadható egy könnyed madrigál stílus, mert valahogy túl egyszerűnek érezzük. Nem az eléneklését, nem a megtanulását, hanem valahogy nincs meg benne az erő, az a ihlet, amire mi vágyunk. Sajnos ketten hirtelen lebetegedtek, az egyikőjük egy betegség miatt, a másik pedig egy kis baleset miatt, és ők most nagyon hiányoznak, és a tegnapi esti próbát arra szántuk, hogy egy kicsit átstruktúráltuk a dolgokat, hogy most a helyettesítésüket megoldjuk kóruson belül. Szerencsére nálunk mindig vannak olyan kórustagok, akiket hirtelen át lehet helyezni egy másik szólamba, és tudnak segíteni ebben. Harmadik alkalommal választotta a rendezvény helyszínnek Totát a stílusos vidéki éttermiség. A gasztronómiai fesztivál eredetileg ezen a héten szólította volna meg a szakma elismert képviselőit, valamint az érdeklődőket, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a hónap utolsó hétvégén jelentkezik a kétnapos program. Bezárt kapuk látványa fogadja azokat a járókelőket, akiknek a kastélykert felé vezet az útjuk, pedig ideális esetben már javában zajlana az építkezési munka a hétvégére meghirdetett svéd rendezvény körül. A kedvezőtlen időjárás miatt a gasztronómiai fesztivál halasztása mellett döntöttek a stílusos vidéki éttermiség szervezői, akik ugyanazokkal a programokkal és ízélményekkel várják a látogatókat szeptember 28-án és 29-én Tatán, mint az eredetileg meghirdetett időpontban. Ez egy nagyon nehéz és nagyon szomorú döntés volt, de azért sok mindent figyelembe kellett venni. Eleve figyelembe kellett venni, hogy akik ugye már megvásárolták el jegyüket, azok élvezzék is azt, amiért belépőt váltottak, illetve hát az éttermeknek is azért ez egy fontos, hogy 5 adagot vagy 200 adagot tudnak eladni. Úgyhogy kedden meg tudtuk hozni azt a döntést, hogy végül is 28-i hétvégén lesz majd az új rendezvény, ugyanazokkal a programokkal, a kiállítóknak azt mondom, 98%-a részt fog venni. A legnagyobb program rész, ami ugyebár a szilva lekvár főzést is beszerettük volna mutatni, meg lesz tartva, úgyhogy azokkal a rendezvénynek a rendezvény színesítő elemeik is megmaradtak, hála Isten. Úgyhogy csak annyi, hogy még 2 hetet kell aludni, és utána akkor reméljük, hogy az időjárás is lehetővé teszi azt, hogy ismét tudjanak találkozni a vendégek, az éttermek, borászatok, kiállítók, szarvasgombások, mangalicások. Úgyhogy ez a terv. Szerintem mindennél többet mond az, hogy már harmadszor rendezzük itt. Ezt eddig minden évben más városban került megrendezésre ez a rendezvény, és az az igazság, hogy olyan jól sikerült már az első, illetve a tatai önkormányzat részéről, de itt a műszaki csapat, vagy ha említelem, akkor a Platánt, tehát annyira komplett és összetett ennek az egésznek a megrendezése, és itt az első évben olyan jól sikerült, hogy utána úgy döntöttünk, hogy mivel ez majdnem az ország közepe, ezért célszerű mindig itt rendezni, úgyhogy ezért is eddig is mindig, most már az elmúlt 2 évben, a 3. évet még nem tudom mondani, ezért is esett ismét Tatára a választás. A Tatai Kunidomokos Múzeum munkatársai is közreműködtek a 10. Samu napon, amely vértesszőlősi rendezvény az ország, így a térség egyik meghatározó történelmi felfedezésének is egyfajta ünnepe. A településen ugyanis 1965-ben Sámuel neve napján találta meg Európa egyik legrégebbi, 350 ezer éves élőember csontmaradványát Vértes László. Vértesszőlősről azt kell tudni, hogy a legidősebb régészeti lelőhelyünk, nagyon sok minden megmaradt itt az ősembernek a korából. Ez a kor, ez nagyjából 270 ezer és 350 ezer évvel ezelőtti időszak közé tehető. Ez azt jelenti, hogy
ez egy nagyon régi időszaka az ember történetének, ekkor még a modern emberek nem léteztek, és maga Sámuel is egy a modern embert megelőző emberfajhoz tartozik, őt ma a heidelbergi embernek hívjuk, és Sámuel maradványa tette vérte szőlőst híressé gyakorlatilag még az 1960-as évek közepén. Sámuelnek a tarkócsontja maradt meg, a mészkőbe ágyazva került ez elő 1965-ben, és Sámuel mellett egy gyereknek a tejfog maradványai is előkerültek, ez nem csak egy, hanem ez több darab fogat jelent, amik töredékesek nagyon és nagyon apró méretűek. Itt a lelőhelyen Sámuel tarkócsontjának a másolatát lehet látni. A rendezvény részeként több állomáson szerezhettek értékes tudást és élményeket a látogatók, akik így térítésmentesen fedezhették fel a vérteszőlősi kiállító egységet. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés helyen láthatnak olyasmit, mint itt vérteszőlősön. A Nemzeti Múzeumnak ez egy nagyon fontos régészeti parkja, és azt gondolom, hogy az egész nemzeti emlékezetünkben fontos szerepet játszik ez a hely. Mi nagyon örülünk neki, hogy van ez a bizonyos Samunap. Most már ugye nem először, és hát most már bőven hagyomány teremtődött belőle, ahol leginkább családi programokon vehetnek részt az érdeklődők, de külön felnőtteknek, külön gyerekeknek is mindenféle izgalmas eseményt és dolgot ajánlunk. Azt gondolom, hogy ez egy jó kis családi program. A múzeumok életében nyilván mindegyiknél más a fókusz, de például van a múzeumok éjszakája, ami mindig egy különleges esemény. Idén először egyébként itt is volt vérteszőlősön múzeumok éjszakája, de amúgy itt helyben ez a kiemelt program, a Samunap, nem véletlenül. Az idén jubiláló Samunap hiánypótló eseménynek számít, hiszen kortól nemtől függetlenül tájékozódhattak az érdeklődők, akik így a történelmünk egy fontos szeletét is megismerhették. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei Adó- és Vámigazgatósága Tatai Navablakában szeptember 16-a és 27-e között szünetel az ügyfélfogadás. A kéthetes szünet alatt személyes ügyintézésre a következő 5 helyszínen van lehetőség. A központi ügyfélszolgálaton Tatabányán, az esztergomi kirendeltségen, továbbá a komáromi, oroszlányi és kisbéri Navablakban. Tatai érmek a helytörténet tükrében. Előadásra invitálja az érdeklődőket az Eszterházi nyári lakba az Eszterházi Ferenc Baráti Kör Egyesület. Szeptember 14-én szombaton a programot Vámosi László, az éremgyűjtők Tatai szervezetének titkára vezeti. Péntek esti híreink következnek egy-egy mondatban, röviden. Elkezdődött a civil napok, szeptember végéig folyamatosak a programok. Muzika szakra koncertet adott az Eszterházi Énekegyüttes. Nem kell lemondaniuk a gasztronómia szerelmeseinek az idei svétről. Köszönjük egész heti megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel a Tatai Televízió híradója legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezik. Én további szép estét, kellemes hétvégét kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra!